volt egy ilyen ház, hogy tehát térdigérő szemétbe kellett járni az egész házban, tehát a térdigérő szemét, és plusz ilyen folyosók, ilyen pici szűk folyosók a sok Lom között. bomb között, igen, és ebbe a térdigérő szemétbe, tehát nem tudtad, hogy na most vajon mi van alatta, vagy valami fog mozogni, vagy szaladni, vagy megharap, vagy nem tudod. MOKA. Magyarok óriási kalandjai Amerikában. Ez hihetetlen. Ez a csöndszámolás most kicsit gyorsabb volt. Üdvözöljük a kedves nézőket, üdvözlünk mindenkit nagy szeretettel. Tehát ugye elkezdődik a mai mókánk is, Magyarok óriási kalandjai Amerikában. Elkezdtük már nem egyszer, ez már a második kezdésünk, ugye elmondtuk a sport részét, akkor ezt most tegyük félre. Milyen heted volt, Péter, hogy érzed magad? Mikor beszéltünk mi a sportról? Ja, adáson kívül beszéltünk, igen. Hát én alapban képzeljétek el, hogy a párom, a kisvörös, ő imád filmeket nézni, de olyan szinten nézi a filmeket, hogy napi 2-3 filmet simán megnéz, vagy 4-et. Én meg mindig hiányoltam, hogy a sport. Ugye jött az olimpia, volt a foci VB, hogy nézzek már, úgy, mint otthon Magyarországon, hogy szombat délelőtt, meg vasárnap délelőtt, ugye Forma 1, meg ilyenek, és akkor egyszer egy oldalra fordult, és azt mondja, hogy hát Attika, elárul neked az őszintén, van külön sportcsatornák. Ne csináld, de ugye annyira érdekelt ez a dolog, hogy igazából nem is nézegettem a tévén, hogy milyen csatornák, és akkor látom, ott van az ESPN 1, 2, 3, 16, meg minden összes sportcsatorna, és azóta képzeljétek el, minden szombat délelőtt, amikor ráérek, vagy vasárnap délelőtt, mindig bekapcsolom, és nézem a Forma 1-et is, és látom a belső kulisszatitkokat, minden. Sajnos a Péter kedvence, meg az én kedvencem is Hamilton most kicsúszott, mert a Big nem az én kedvencem. Az én kedvencem, a Bika ráugrott, és így sajnos kicsúsztak mind a ketten a Verstappennel. Az múlt, várjál, az múlt vasárnap. Az a múlt vasárnap, én azóta ez sajnálom nagyon, mert én hiszek a győzelmében, ő Péter annyira nem, de én nekem nagy kedvencem. Mi van, Péter? Ja, igen, az azt jelenti, hogy lenti levegőt kell szívnom? Nem. Figyelj, mindegy. Oké. Okay. A Hamilton és a Verstappennek a harca, ez ilyen epikus, ez ilyen tök jó, érted? Igen. Te a Hamilton szereted, én a Max-et, ennyi. Jó, igazad van. Hát van, aki Bonnie MS volt, meg van, aki Eddás. Én Eddás voltam, te meg a Bonnie MS. Én Bonnie MS. Nem, tényleg mi volt a kedvenc zenekarod? Most mindenkinek így elmondjam. De nem, már most komolyan, hát én nem szégyem, én csöves voltam. Hát trapperba jártam, alföldi papucsban, és ilyen zenéket hallgattam. Nekem a Led Zeppelin az egy alap dolog volt. Oké. Na akkor elmondom mindenki előtt. Nem merem elmondani. Hát az, hogy te rappes voltál, graffiti, és az összes ilyen nagy dolgot hallgattad. Igen, rappes is, de én előtte brosszos is voltam. Húha, most már értem, miért nem árultad el. Hoppácska. Mindjárt bejön a tapsolás, meg a nevetés. Ja, várjál, tapsolás. Köszönjük. Brosszos voltam. Ez csak azért jó, hát nem kell ezt szégyelni, figyelj. Nem. Meg persze a rappes. Igen. De oké, hogyha itt tartunk, elég ilyen széles a palatta, mert én nagyon szívesen, én szeretek mindent. Szeretem a régi klasszikus magyar, úgymond klasszikus magyar rockot is. Ja, azt hittem. Azokat is szoktam hallgatni, klasszikus zenét is szoktam hallgatni, valamikor az nagyon jó, akkor persze a magyar hip-hop, az underground, az örök kedvenc. Például ma Guns N' Roses-t hallgattam, szóval vannak azok is tetszenek, valamikor techno, van mindenféle, valamikor Depeche Mode. Amikor néha mondasz valamit, akkor nekem ilyen áthallásaim vannak, hogy techno, most úgy értettem, úgy az én fülem úgy hallotta, hogy technő, meg ugye a klasszikus, hogy a ami mamáiknál volt minden vasárnap délben, tudod, a Ne, annak mi volt a címe? Jó ebédhez szól a nóta. És az délben volt a Petőfin? Vagy a Kossuthon? Nem, a Kossuthon. Kossuthon volt délben, a nagymamám ezt hallgatta. A Petőfin volt a világ körül, vagy nem tudom, nem kisfilmek a nagyvilágban, az a televízióban volt, de mindegy. Jó igen, kis műsor volt. És szerintem vendégünkről beszéljünk ma, mert majd utána megbeszéljük. Anna Diaz, aki rögtön elárulja nekünk, hogy mi volt a kedvenc zenéje fiatal korában. Egy kicsit úgy vagyok, mint a Peti, hogy mindenféle zsanrából szeretek egy kicsit,
A fiatal koromban inkább rockeresekkel voltam körbevéve, de úgy nem igazán éreztem azt, hogy állandóan csak azt szeretném hallgatni, hanem egy kicsit mindenből, és ugye a 90-es évek elején, amikor a pop nagyon beindult, nekem az klikkolt velem, tehát az jött be. Az én esetemben ugye az volt, hogy én klasszikus hegedűt tanultam, és de én nem akartam. Ugye már mindenki akkor csöves volt az összes barátom, tehát szűk farmeradrág, papucs, meg ilyen, meg szimatszatyor, mi így jártunk, és én még akkor is mentem, és Mendelzol Elmol hegedű versenyéből egy részletet gyakoroltam, próbáltam hegedűben szétfűrészelni, és én azért szorítottam ki mindenféle fajta zenét, csak a lázadás volt bennem, hogy én nem akarok hegedülni. Nem is, tehát a hegedű tanár anyukám barátnője volt, és egyszerűen jelezte anyukának többször, hogy ne erőltessük. Tehát Zsuzsikám, hagyjuk ezt a gyereket, nem kell ő neki hegedű. Ne, fölös, értelmetlen. Azért nekem is nő az őszhajszálaim száma, és nem kell. De ne rólam beszéljünk, Annáról. De jó, hogy eljöttél, köszönjük szépen neked. És, köszönöm. És biztos lesz a mai este, vagy a mai nap folyamán, hogy beszélgetünk, egy olyan mondat, egy olyan szó, hogy lehet, hogy valakinél pont beakad, és inspirálod ezzel az egész dologgal. És ezért jó, hogy az emberek, és tényleg nagyon-nagyon köszönjük az összes vendégünknek, hogy bevállaljátok azt, hogy eljöttök ide ebbe a mi kis stúdiónkba. Én köszönöm, igazán megtiszteltetésnek érzem, hogy érdeklődtök, és úgy érzitek, hogy nekem van valami mondani valóm, vagy valaki rám kíváncsi. Tehát én érzem úgy. Köszönöm szépen, és tényleg nagyon szuper dolgot csináltok. Tehát valami nagyon pozitív, és kisugárzik belőletek ez a lelkesség, és a viccelődés, tehát már csak így az előbeszélgetésből nekem már izomlázam van, annyit kacagtam veletek, és köszönöm. De azt képzeld el, hogy nem csak a műsorban voltunk a Péterre, én dolgoztam a Petinek. És azt mondta, hogy akkor éppen nem volt munkám, és kellett azért valami kis pénz, hogy megéljünk, és akkor azt mondta Péter, hogy igazából a hangulat miatt vett fel engem, eddig dolgoztam, mert a Peti 2-3 hónap, vagy valami... Lehet, hogy csak 2-3 hét. Elég rövid ideig dolgoztam, viszont a hangulatot fölhoztam a kollégái között, és mondták is, hogy hát Attila semmihez nem ért, de legalább jó volt valamennyire a hangulat, köszönjük szépen, de aztán találtam a munkát. Na és akkor ugye ez a heccelődés is ugye kettőnk között ezért működik, meg ugye 7 éve ismerem a Petit, és 7 éve gondolta arra már, hogy valami közös projektet csináljunk, csak ugye a Peti ugye diszkózik, meg ő pörög erre arra. Amarra, 1000 dolgot csinál egyszerre, ugyanúgy, mint a gondolkodás, hogy 1000 gondolata van, és egy csövön akarja kimondani, mindig mondom neki, hogy nyugi, először egyet beszéljünk át, és akkor most ugye ez így bejött. De már megint magamról beszélek, és nem akarok. Rólad beszéljünk, tehát hogyan kezdődött neked, mikor jöttél Amerikába, mióta vagy itt? 28 éve vagyok itt, 1993-ban jöttem ki, mint a Peti, mert ezt hallottam egy előző interjúból, és 17 éves voltam. 17? Ja, 17 éves voltam. A nővéremhez jöttem ki végül is, tehát nem voltam olyan bátor, mint sokan ti, meg hallottam másoktól, hogy így kalandvágyás, és nekivágok a nagyvilágnak, tehát ez nem volt. Azért van bennem egy kicsi ilyen félős vagyok, úgymond, de a nővérem már ő itt volt, tehát ő férhez jött, és ő neki nem volt itt más senki, család, és így a szüleim beleegyezésével, tehát úgy mondták, ha te úgy érzed, menjél, legyetek együtt, tehát így jöttem ki. Uh-huh. Ja. És mihez kezdtél legelőször, amikor kijöttél? Legelőször a cél az volt, hogy valahogy fejezem be a középiskolát, mert én végül is a 11 osztályt végeztem el otthon, ami Erdélyben végeztem, és hogy fejezem be az iskolát, a középiskolát. Uh-huh. És ezt próbáltam elintézni, de nem sikerült, mert azt mondták itt, hogy már túl öreg vagyok hozzá. Tehát elvégeztem egy ilyen egyenlőségi vizsgát, és azzal megkaptam a diplomát, és utána pedig rögtön be is iratkoztam főiskolára. Uh-huh. Emellett pedig mi volt az első munka? Az takarítás. Mint sokan mások, hogy kijönnek, tehát mit tudok, kezem, otthon megtanultuk, tudod, a szülőktől. Uh-huh. Tehát takarítással kezdtem, és közben suliztam. Uh-huh. De ez itt volt New Yorkban? Vagy? Ez itt. Tehát én végig itt voltam. Uh-huh. Tehát a 28 év az itt. De nem is akartál máshová menni? Hát nem. Egyrészt azért, mert a nővérem itt volt, tehát ez így megfogott. A másik pedig
hát mondjuk, hogy 20 évig nem volt letelepedési papírjaim, uh-huh. tehát 20 évig nem hagyhattam el végül uh-huh. is az országot, tehát 20 évig nem tudtam vissza sem menni látogatóba, meg ilyesmi. De így az USA-n belül is, tehát nem vonzott más hely. Tudod, mi az érdekes, hogy ezt mondod, mert én is ugyanezt érzem, hogy mi voltunk lent 2 évet Floridába, ami egy zseniális, szenzációs hely. Gyönyörű. De nekem, én úgy érzem, és most az ottani barátaimat nem akarom megbántani, de hogy nekem ilyen 2-3 hét elég. Tehát az a meleg. Én azt hittem, mindig bírom a meleget, egyáltalán nem bírom, rájöttem. Tehát azt a fajta meleget, azt a páratartalmat, azt a meleget. Meg úgy valahogy nekem, mindig azt mondom mindenkinek, hogy nekem beton kell, mert magas házak. Tehát, hogy nagyon jó a természet, én nem bántom, legyen ott, néha kis ruccanok, megnézem, átnézem, egy-két nap, és ennyi. Nekem nagyon tetszik Florida amúgy, tehát tényleg gyönyörű. Például a pálmafák mai napig is, ha megölelhetek egy pálmafát, akkor már boldog vagyok, és a szép tengerpart, akkor tisztaság van. Tehát nekem nagyon tetszik Florida, de viszont már nem vagyok olyan merész, mint 17 évesen, ahhoz, hogy változtassak. Tehát most már nehezebb egy kicsit változtatni dolgokon. Tehát az hát már... Igen, mert ugye itt van a családod, ide eresztettél gyökeret. Így van. És így ez a biztos, stabil helyed. Itt van. Most jól érzed magad, jól megy. Így van. Mivel foglalkozol? Ingatlan közvetítéssel, most már 19. éve. Hát figyelj, ez is egy marha nagy dolog azért, 19 éve. Mert ugye azt mondják, persze, hát New Yorkban ott van pénz, van ház, könnyű eladni, meg mint gondolom, tökre nem így van. Nem. Tehát van egy jó pár ingatlan közvetítő is. Rengeteg van. Tehát csak így a Queens és Westchester környékén, mert most mi ahhoz tartozunk, Queens, Westchester, Long Island, ilyen 48 ezer ügynök van. Tehát van egy kevés konkurencia. Igen. Van azért. Tehát konkurencia van. Tehát emiatt is kell igyekezni, és mindig a színvonalat tartani, mindig tanulni. De akkor neked őrült fontos az empátia. Igen. Az, hogy emberekkel kommunikálni. Igen. Akár az eladóval, akár a leendő vevővel. Így van. Tehát rá kell, hát rosszul, de rá kell beszélned, hogy ez miért lehet jó. Gondolom először, hogy elmész fölmérni magát a házat, vagy a lakást, a telket, és akkor ott kicsit beszélgetsz az eladóval. Utána, hogyha valaki jelentkezik, akkor ugye fölméred őt is, hogy mire gondolt igazából, nem? Igen, tehát kell alakulni mindig a kliens után egy kicsit, az ők személyiségük után. Tehát ez fontos, ezt észrevenni, hogy ők mit várnak el tőlünk, és nagyon sok része van. Tehát az ingatlan, ez egy ilyen nagyon összetett dolog. Tehát nem annyi, hogy elmenjünk és kinyitjuk az ajtót, és tessenek befáradni, tehát sok minden van. Mesélj már egy pár, kíváncsi vagyok. Jó. Tehát például holnap reggel megyek egy tulajdonossal találkozni, mert el kell adják a házat, mert válás van, tehát a maga a törvényszék mondta, hogy el kell adják a házat. Na most ez nem annyi, hogy csak oké, a piacra tesszük és reklámozzuk, hanem például rajta van nekik, van egy olyan lakó a házban, aki nem fizető, és már ilyen kilakoltatási folyamatban van. Uh-huh. Tehát már ez egy ilyen bökkenő, akkor a másik bökkenő, hogy illegálisan bekészítették a pincét lakásnak, és ez már a város oldalán van, hogy ott baj van, tehát szabályt törtek, megtörték a szabályokat, úgyhogy tehát a lényeg az, hogy minden házeladás más, és végül is az én dolgom az, hogy megoldjam azt a problémát. Ja, ezeket mind neked kell lejátszanod, hogy akár a pincét, akár az ott lakót, aki nem fizet, és nem akar kimenni? Nem teljesen, tehát nem annyira nem veszem magamra ezt, mert itt már valószínű, hogy ügyvédek is lesznek befoglalva ebbe az egészbe, tehát annyira. De viszont kell megoldást találjunk, tehát mint ahogy mondják, mézzel több legyet fogsz, mint ecettel. Igen. Mi a mondás, igen. Ezt még nem is hallottam. Ezt mondd már még egyszer. Hogy mézzel több legyet lehet fogni, mint ecettel. Ez ügyes, igen. Tehát mi megpróbálunk majd beszélgetni a lakóval is. Tehát, hogy meg tudunk egyezni, hogy nézd meg, hogyha meg tudnád engedni, hogy mi mutassuk a házat egy új vevőnek,
ha látják, hogy te is kedves vagy, uh-huh. és dolgozol velünk, tehát kooperálsz, akkor lehet megtartanak. Uh-huh. Tehát így próbálunk találni megoldást jó úton, vagy pozitívan, hogy ne legyen... Ne haragudj, hogy közbevágok, Anna, de hogyha eddig se fizetett, akkor mi esélye van, hogy az új tulajnak fog? Tehát... Igen, ez igaz, mondani. De legalább adjon nekünk esélyt, hogy ja, mutassuk igen, a házat, mert anélkül majdnem senki ja, nem igen, fog hogyha bezárja az ajtót, igen. bezárja az ajtót, akkor nem tudtok bemenni, és így akkor nem van. Tud senkinek megmutatni. Ráadásul a vevő is hát olyan furcsán néz, hogy nem tudunk bemenni, meg így itt van, van ez az ember, nem is ő a tulaj, hát akkor mi van? És az zűrös akkor... Így van, és ilyen árak mellett igen, mondjuk... Igen, itt az Anna. Ez az ingatlanos cég Magyarországon is van, ezt mondtam. Igen, vagyunk sok helyen. Azt hiszem utoljára, amikor néztem a statisztikát róluk, hogy 95 országban vagyunk. Van a Remax. Az jó. És ez is segít, tehát a név, mert ugye ez is egy olyan brand, mint mondjuk a Coca-Cola, uh-huh. vagy a Google, uh-huh. hogy a világon ismerős, tehát akik bevándorolnak is, kapunk olyan immigránsokat, akik hozzánk fordulnak emiatt, mert uh-huh. már legalább megismerik a nevet, és uh-huh. ez már bizalmat kelt bennük. Ez egy jó csengő már. Igen. Uh-huh. Ja. Jó, várja. És ha most nem akarok bunkon mondani, de szeretsz az embereknek a Téged nézlek, mert neked mondom. Szégyenlős. Nem, azért mondom, mert te szeretsz az emberek pénztárcájába turkálni egy kicsit. Igen. Így szépen mondva. Hát most akartam Amerikában... kérdezni, hogy mi a jutalék, mennyi, hány igen. százalék. És ezt elmondom, a Remax-nél, de szerintem ezt te fogod elmondani, hogy a Remax-nél általában úgy szokott lenni, hogy a fele-fele, szóval, hogyha az eladó az eladó és a vevőnek az ügynöke kap fele-felét, de annak a felét megkapja a broker, ami a, szóval tulajdonképpen ő az Anna negyedét kapja, de a Remax-nél úgy van, hogy ő csak fizet egy havi összeget, és ő megkapja tulajdonképpen akkor a felét, vagy, de szerintem ezt te mondd el, nem? Hogy... Igen, ez érdekes, és szerintem mindenkit érdekel, hogy is van ez a commission, tehát uh-huh. ez a részesedés. Anna, ide néz ebbe a kamerába, itt látnak. Hozzád beszél. Igen. De közben oda is pillancs. Jó. Igen? Tehát ez a commission, a részesedés, hogy is működik. És általában is, és most New Yorkról beszélek, mert minden államnak külön törvénye van, ez úgy működik, hogy az eladó fizeti ezt a részesedést. Tehát a felét, ugye, ahogy a Peti is mondta, ugye az, aki az eladónak dolgozik, ugye ő készíti a reklámokat, a hirdetéseket, ő fog nyitott házakat csinálni, ő fogja csinálni az appointmenteket, stb. És aki hozza a vevőt, az is majd csak az eladótól végül is kapja a commission. Tehát amikor veszel, a vevő nem fizet commission-t, az uh-huh. eladó fizet. Uh-huh. Tehát eladó fizet commission-t, vevő nem. Uh-huh. Ez így van. És, ja, és még azon belül, úgy, ahogy mondod, nagyon tisztán látod, azon belül az ügynökségen belül is kell osztozni. Uh-huh. Tehát most, ha két cég van beleavatva, akkor ugye fele-fele, uh-huh. és még azon kívül én beviszem a fele commission-t a Remax-nek, és ott megint így el van osztva, mert azért is kell fizetni, hogy a Remax nevet használjuk, uh-huh. akkor a menedzsment is kér pénzt, akkor van ilyen marketing departmentünk, ahol készítik a hirdetőlapokat, uh-huh. a nyitott házakra és stb., tehát azok is levesznek belőle. És hát igen, a Remax mondjuk nem a legolcsóbb díjat adja így az ügynököknek, de viszont én úgy érzem, hogy színvonalas, tehát ugye azért emiatt valahol így kiszűr egyes dolgokat, negatív dolgokat emiatt. Uh-huh. Tehát igen, kell hajtani ahhoz, hogy megélj a Remax-nél. Te mióta vagy a cégnél? A 15 éve vagyok a Remax-nél, azelőtt ilyen két kisebb irodában uh-huh. dolgoztam, ahol ott is jó volt, mert végül is tapasztalatot szereztem. De 15 éve egy cégnél az jó? Igen, az igen. Kemény. Ilyen hűséges típus vagyok amúgy, uh-huh. ilyen kitartó, meg hűséges. Uh-huh. Hogyha nem beszéltünk volna előtte róla, megkérdezném, melyik hónapban születtél, Péter kedvencét, de már túl vagyunk ezen, nyugi, nem fogom megkérdezni. Elárulom neked, hogy Skorpió. Na mindegy. És ezt úgy gondolod, hogy ez most számodra, ugye 15 éve, meg ugye előtte is egy pár éve, hogy ez így neked jó, ez így bejött, tehát ez így tökéletes, ahogy működik. Ugye egyszer gondolom fönt, egyszer lent, néha jobban sikerül egy hónap, néha rosszabbul. Így van, ez pontosan így van. Tehát igazán nem...
nem terveztem ingatlan közvetítőnek lenni, hanem valahol a sors és az élet belevitt, a New York élet, a hiánya a zöld kártyának, stb. Tehát ez végül is az ingatlan közvetítő olyan, hogy magánvállalkozó vagyok. Tehát ez azért sikerült így, hogy ebbe a munkába kerültem, és mit beszéltünk el? Hát az, hogy most jól érzed magad, tehát hogy most ezzel így elértél valamit. Igen, végül is. Tehát eleinte muszáj volt, úgymond, hogy valahol állapodjak meg, és most már pedig nem szeretném megváltoztatni, mert szeretem. Tehát ez De jó, hogy ezt mondod, hogy szeretem. Ez jó, ez tetszik. Igen, szeretem. És azt hiszem, hogy klikkol is úgy valahol talál a személyiségemre, mert szeretek emberekkel lenni, én úgy érzem, hogy türelmes vagyok, és igazán szeretnék nekik segíteni, hogy a házat a legmagasabb árért adják el, és a vevővel dolgozok, hogy tényleg egy kényelmes, egy új otthon találjanak. Meg a másik dolog, például téged nem is tudnálak ugyanúgy, mint magamat se elképzelni, hogy egy fix helyen, egy irodában 40 évig, most tök mindegy milyen pozícióban vagy, de hogy fixen bejárni, hanem ezzel azért menni kell, telefonálni, nézni, irdatlan sokat mész. Igen, tehát holnap leszek Southozen Parkba, majd utána Jackson Heights-ba, majd utána Mespetbe kell menjek, egy bankfelmérés lesz egy házon, amit adok el. Tehát kezdem egy ilyen eladóval, egy ilyen találkozó, majd utána lesz nyitott házam, majd utána egy ilyen bankfelmérés, majd utána egy lakást kell mutassak. Tehát tényleg ilyen össze-vissza vagyok. És de színes. Hát igen, színes. Ez jó. És sok emberrel találkozok, tehát ez kellemes, mert sokakat megismerek, és belátást, egy pillantást kapok az életükből, amíg velük dolgozok, az a 2-3 hónap, mert kb. Annyi időbe kerül egy folyamat, egy eladás vagy vevés. A bepillantást nyerek az életükbe, és én azt úgy megtiszteltetésnek veszem, hogy ezt megengedik, megbíznak bennem, és mindig a cél az, hogy mindenki boldog legyen, ma akkor vagyok én is boldog, és a remény az, hogyha ők boldogak, majd akkor rekomendálnak, küldenek más klienst is hozzám. Tehát nekem ez nagyon fontos, tehát azért kell jó munkát végezzek, kedves munkát, és tényleg egy professional munkát ahhoz, hogy kapjak továbbra is majd klienseket. Meséld már, légy szíves, a legrosszabb bizniszt, amit már nem anyagilag, amit csináltál, hanem olyan kellemetlen volt az egész szitu, de azért mégis megoldottad, mert muszáj volt. Húha. Meg egy legjobbat, melyiket akarod kezdeni? Hát melyikkel? Végül is regényt lehetne írni. Regényt lehetne írni róla. Az egyik, ami olyan különleges volt, tehát vannak olyan személyek, akik nem tudnak semmit kidobni, tehát csak így évek folyamán csak gyűjtögetnek. Emelje fel a kezét, aki ilyen. Igen, mi ilyenek vagyunk, igen. És volt egy ilyen ház, hogy tehát térdigérő szemétbe kellett járni az egész házban, tehát a térdigérő szemét, és plusz ilyen folyosók, ilyen pici szűk folyosók a sok Lomb között, igen, és ebbe a térdigérő szemétbe, tehát nem tudtad, hogy na most vajon mi van alatta, vagy valami fog mozogni, vagy szaladni, vagy megharap, vagy nem tudom. Tehát volt egy ilyen, és mégis eladódott, tehát sikerült eladnom, mert pont valakinek az a hely, tehát a helység tetszett a méret, és nem érdekelt, hogy mi volt benne, fogadtak tőle két ilyen nagy konténert, igen, és kiürítették. Mindent kiürítettek. Tehát az olyan furcsa volt. Ja, meg hát... És melyik volt a legtutibb, amire azt mondod, hogy fú, erre büszke is vagyok, jól is esett, mindenki jól járt? Hú, az egy hadcsaládos ház Asztóriában. Tehát az árban is, az volt a legnagyobb eladásom, tehát... Csak halkansúg meg mennyi, csak körülbelül. Tehát 100 000 felül kaptam commissiont, mondjuk annyit vittem be, de majdnem tehát a 100 000 meg is kaptam. Tehát az volt a legnagyobb. Várja, Attila, ilyenkor most dobd el mindent, üvegtigris. És hát, jössz ingatlan közvetítőnek. Ja, én is elmegyek, csak kár, hogy nem beszélek annyira angolul, mint te, mert igen, na lépjünk ezen túl, már nem érdekel. A múltkor itt volt a Márk vendégünk, egy fiatal srác, és akkor mondom, csak
határon már belicces, hogy mennyit kerestek a feleségeddel, ilyen applicationön dolgoznak, és az Instagramon meg különböző helyeken megjelennek. Live. Azt mondja, 8000 dollár. És tudom, mint az üvegtigrisbe elkezdtem állni, ilyen így 8000, nem is láttam még 8000 dollár. Na jó, lépjünk ezen, tudja, csak poén volt, igen. Nem is erre voltam kíváncsi, igen, az eladási, tehát mekkora volt az a ház? 800 000 dollár, vagy 1 millió? 2 millió 75 ezer volt. Igen, ja. Ez a másik dobálási technika, igen. Igen, 2 millió 75 ezerért adódott el, és, ja, az, és ott tényleg ugyanúgy, tehát szerencsém is volt, mert én is adtam el. Tehát, tehát mind a két felét ennek a komisság. Ja, te osztod a vevőt is, meg... Így van. Ez a szerencsés helyzet, ugye? Így van, tehát ez egy szerencsés helyzet volt, és nagyon kedves emberek is voltak az eladók. Most nem csak azért, mert velem adták el, mondom, hanem tehát kell végül is egy előadást tartani az eladóknak, amikor bemész hozzájuk. Tehát nekik van választék 48 ezer környéken. Tehát kell egy előadást tartani, hogy ki vagy te, ki a céged, és hogy mit fogsz csinálni. És állj, hogy találtak meg téged? Egy érdekes módon, tehát a Remax-en belül, ez a hálózaton belül, egy másik Remax-es ügynök, aki Pennsylvániában dolgozik, tehát ennek a családnak volt egy háza Pennsylvániában is, ő adta el, és mondták, hogy most a New Yorkit is el akarják adni, és az az ügynök rögtön keresett valakit New Yorkban, és valami oknál fogva szimpatikusnak talált. Téged választott. Igen, mert a hálózatunkban is megvan, le van írva az önéletrajzunk, stb. És így. Tehát és neked, ez egy ajánlat, neked mi van volt az önéletrajzodban egyébként? Mert ezt csak azért kérdezem, a múltkor a Tomi volt a vendégünk, és a mondta, nem is a Tomi mondta, de a Tomi mondta, hogy ő cserkészet, tehát magyar cserkész volt, jelentkezett egy munkára, és aki eldöntötte, hogy kit vesznek fel, hogyan, ő meg amerikai cserkész volt, és azt mondta, hogy itt van ez a srác cserkész, ő tudja a szabályokat, a lépcsőket, minden, őt veszik fel, kész. Neked mi van az önéletrajzodban? Olyan kiugró esetleg, vagy érdekes dolog? Hát nem sok, mivel hogy 19 éve ezt csinálom, tehát tanuló, utána egyetem, vagy főiskola, itt főiskola, tehát jártam egyszer a Queensborough College-ba, 2 évet csináltam ilyen adminisztrációt, jártam ki, utána 4 évet a Baruch College-ban, a Manhattanben, az pedig egy ilyen marketing dolog volt, és utána pedig, tehát eközben, amíg én tanultam, 1 évet, az első évet takarítottam, 1 év után bekerültem egy céghez, ők CD-ket importáltak Magyarország, tehát Európa több részéről, és itt a Virgin Records, meg a JNR, akkor még ilyen, akkor még a CD-t ismerték, most már nem tudják, hogy mi az, hogy CD, tehát ott dolgoztam, a 8 évet. De mit csináltál ott? A felét ebből az időből adattárolás volt, tehát a rendeléseket én tettem be a kompjúterbe, tehát az is egy nagy dolog volt, mert soha életemben nem használtam kompjútert, tehát nem volt, és utána pedig a cégen belül majd könyvelést csináltam, tehát egy könyvelésnek egy részét. Hát arra válaszra számítottam, hozzáteszem, hogy a Guns N' Roses meg más hasonló zenekarokat menedzselted, de akkor nem, ez most nem jött össze. Igen. Nem. De azért ez is nagy dolog lehetett, nagy feladat. De miért mondtad Magyarországot? Onnan is jöttek CD-lemezek? Igen, persze. Miért persze. Ott ilyen nagy tehát CD-lemez? Tehát a tulajdonosok magyarok voltak. Igen. És ez de klasszikus, volt? Csak klasszikus és jazz zene volt, tehát a zsanra az csak klasszikus és jazz. Ja, és jól is ment egy ideig, aztán amikor így kezdett majd elhalni ez a CD-s dolog, és én végül is szeptember 11 után hagytam őket ott el. Tehát úgy éreztem, szerintem, mint sokak, mikor ilyen valami nagy dolog történik, akkor most, kell, most igen, kell váltani. Most kell váltani, és úgy éreztem, hogy akkor most koncentráljak, hogy fejezem be az iskolát, és valami más munkára. Tehát úgy... De miért döntöttél az ingatlan mellett? Hogy volt valaki ismerősöd, olvastál valami hirdetést, olvastál valaki senkit? Csak úgy egyszerűen jött? Nem, ez úgy volt, hogy munkanélküli voltam, és jártam a főiskolára még, és a férjem mondta, hogy ez olyan érdekes témának látszik, és voltunk együtt egy ilyen szemináron, egy ilyen általános
szemináron egy, és akkor az úgy megkapott egy kicsit, és ez az ő ötlete volt végül is a férjemnek, hogy miért nem csináljuk mind a ketten ezt meg. A férjed is ezt csinálja? Nem. Ő csak mondjuk szinte érdekességből, de egyszerre jártuk ki az elején az iskolát 2002-ben, de ő ment másik munkára, mert azt észrevettük rögtön a kezdettől, hogy a számlák nem fognak várni a komissionre. Igen, igen. Tehát valakinek kell egy állandó munkája legyen, amikor tudunk a pénzre számítani, úgyhogy ő ment rendes munkába, úgymond, én pedig maradtam az ingatlannál. Mert azért gondolom, nehezen indul el, azért bele kell, hogy gyere, fölépít önmagad, megismerni az ügyfeleket, hogy téged hívjanak, mint ahogy ebben az esetben is, ugye Philadelphia, vagy mit mondtál onnan? Pennsylvaniából, ugye pont téged választott, lehet, hogy pont a kisugárzásod miatt gondolhat ezt. Vettél egy üvegbort neki egyébként? Ők végül is, ez anyagilag is ők kompenzálva vannak, tehát ők kapnak egy ilyen referral fee-t. Tehát azért, hogy ők ajánlották a klienst, neki is ő is kapott egy ilyen 25%-ot az én részemből. Az eladó részéből, tehát már a vevő részéből nem. Tehát ez is így tisztázva van, hogy ki, mit, így. Hát de jó, hát az is könnyen jött pénz de neki. Nagyon. Tehát, hogyha sikeres ugye az üzlet, így akkor... Így van, tehát ő is boldog volt, én is. Visszatérve az eladókra, mikor ezt az előadást elmondtam nekik, hogy miket fogok csinálni, tehát hogy dolgozok, meg minden az információt, és akkor így megkérdezték, hogy mennyi a commissionünk, és ugye a Remax az úgy próbálja a standardot tartani, mondtam, hogy 6%. És ilyenkor az van nekünk tanítva, hogy csendbe kell maradni utána, mert aki utána először megszólal, az veszít. És akkor elkezdik magukba számolni az eladók. És ezt ilyen bátran kell mondani, ami nem könnyű. Tehát olyan az embernek a... Tehát a természetem amúgy olyan egy kicsit szégyenlősebb, vagy félénkebb. Tehát ez egy... Nem jön nekem természetesen az eladás. Tehát nem az én természetem egyáltalán nem az. Tehát én először, mikor ezt elkezdtem, szégyeltem, hogy most kérni valakit, hogy jaj, gyere velem, add el, vagy vegyél velem. Tehát ez egy tanult dolog, egy tanult viselkedés, úgymond. Hát van, aki megtanulja, és van, aki erre születik, és kimondja bármikor. Én is kimondom bármikor, hogy mennyiért diszkózok, mennyiért konferálok, és ezt magyarázom a páromnak is, hogy mondd ki, tehát, hogy tanuld, mondd azt magadban, hogy 6000, 21000 dollár, 42000 dollár, mert csak akkor jön ki természetesen, hogyha magadban rendet teszed. Igen, hogy... igen, tehát ezt magabiztosan kell, de nálam ez egy tanult. Tanult dolog, tehát nem jött természetesen. És mikor ezt mondtam nekik, hogy 6%, akkor ilyenkor mindig... Megint közben, tényleg ne haragudj, és elnézést a nézőtől is. Na de hát látod, most nekem szívdobanás nélkül kimondtad, hogy 100 000 dollár. Tehát akkor már a 19 év alatt azért rutint szereztél. Igen, persze. Nagyon sokat segített az önbizalmamon, meg kell, hogy mondjam, nyíltabb is vagyok, szerintem egy kicsit lezserebb is, mert elég szigorú voltam, főleg önmagammal. Tehát egy kicsit most már azért lazább, vagy lazább vagyok. És mesélj már, milyenek az amerikai eladók, és milyenek az amerikai vevők. Én ezt az egész dolgot csak magyar észre tudom kitalálni. Tehát én is vettem otthon Magyarországon, nagyon sok lakásra is adtam, meg minden hasonló dolog. Tehát én tudom, hogy én milyen voltam. De itt milyenek Amerikában? Mindenki más. Tehát van, aki tehát az utolsó pennyért is harcol, tehát van olyan, hogy mert végül is ezt vannak, akik tudják, vannak, akik nem, hogy ezt lehet tehát alkudozni. Lehet alkudozni a commissionon egy kicsit. Tehát nekünk meg van mondva, hogy mennyi a minimum, amit bevihetünk az irodába, de egy kicsit lehet. És van, aki aztán semmit nem akar fizetni, és van, aki, mint itt, ahogy hadcsaládos, tehát ők igazán mondhatták volna azt végül is, hogy ilyen magas ár után egy kicsit nem tudod a százalékot lejjebb vinni, és nem, hanem azt mondták, tudod, mi volt a válaszuk, mikor azt mondtam 6%, azt mondták, hogy most már tudjuk, miért kérsz annyit. Tehát elismertek téged? Elismertek, ezzel. És ez volt, azért mondom, hogy ez volt a legjobb, úgymond, egyik legjobb élményem, mert éreztem, hogy értékelték, hogy amit próbálok nekik tenni.
Igen, tehát ez nem úgy működik, mint a filmekben, hogy hát itt van, ott van, kis szoba, nagy szoba, bedroom, meg bla, 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 ennyi, kész, ennyit pénzt adsz nekem, biztos, hogy megveszik, és tehát így ilyen stílusban nem lehet, mert nem adsz el semmit. Nem egy fizikai munka, mert az, hogy vezetni ide vagy oda, azt szeretem, tehát az, az nem fizikai, ez egy nagyon stresszes munka, mert te magadba izgulsz, hogy összejön-e vagy nem, és hogyha problémák adódnak, akkor te vagy mindig középen. Tehát igen, mindenki téged üt, mert nagyon sok emberrel kell dolgozzunk együtt. Tehát mi jól ki kell jöjjünk az eladóval, a vevővel, a másik ügynökkel. Aztán a két ügyvéd van beavatva, és ügyvédek, a bankosokkal, akik a kölcsönt készítik, akkor van, akik ugye csinálják a home inspekció, tehát akik felmérik a mérnökök, hogy a ház jó-e vagy milyen sem. Állapotban van. Akkor, hogyha lakást vesz valaki, akkor ott a management company-val kell beszélni, és tudni a törvényeiket. Tehát mindenkivel ki kell jönni, és te vagy középen. És ha valami baj van, akkor minden rajtad csattan. Igen. Tehát ez egy tuti dolog. De mondjuk én ezt is szeretem, mert végül is egy challenge, tehát hogy ezt most meg kell oldani, és sosem húzódok el, tehát ha probléma van, akkor még jobban ezt meg kell oldani, és minél hamarabb. Ez már rutinszerűen jön. Igen, Péter? De itt van az, amit beszéltünk, vagy nem beszéltünk actually róla, hogy valaki mindig onnan van a több pénz, vagy onnan van az egyszerűbb vásár, amikor több pénz van. Ha valakinek megmondom, 6% és keresel rajta 100 000-et, akkor nem probléma. Valaki pedig nekem csak 4% kéne, azok, lehet, hogy azokat el is kell dobni, mert azoknak minek? Mert azokkal sokkal több probléma van. Valamikor keresel pár ezer dollárt, és azt mondják, hogy hé, és velük van a legtöbb probléma, valamikor meg keresel 100 000-et, és a legkönnyebb. Igen, igen, ez nagyon igaz, tényleg, hogy most szimbólumként mondom, hogy valakinek csak egy pohár vizet adok, és olyan hálásak azért a kicsi információért, vagy akármit nyújtok nekik, hogy nem is tudják, hogy hálálják meg, és van, akinek pedig úgy érzem, hogy lehozom a csillagot és a holdat, és az se elég. Hogy más ügynök ezzel nem is foglalkozna, tehát nem menne ennyire ki a határon, és azok még sincsenek megelégedve. Anna Diaz a vendégünk, az ingatlan közvetítésből köszönjük szépen, ki lettünk oktatva. Hoztam vizet neked a gondolat, hogy mennyire... Nekem még van kérdésem. Jó. Hogy most a real estate, vagy hogy mondják, ingatlan, most az ingatlan piac milyen New Yorkban most így a pandémia után? Nagyon jó. Meglepően. Nagyon jó, nagyon erős. Tehát amikor ez beindult, akkor azt hittem kész. Ennyi. Nézem a Petit, érted, hogy az ujjai a gombom van? Igen, folytasd. Tehát mikor ez a pandémia beindult, akkor azt hittem, hogy kész vége. Már kezdtem is nézni más munka után. Komolyan. Mondom, kész, ennyi. Hát ha az emberek nem tudnak menni dolgozni, akkor miből van pénz, akkor miből vásárolnak. Szóval ennyi. De tegyük hozzá, hogy abban az időszakban senki nem lehetett okos, nagyon nagyok kivételével, azért szerintem senki nem tudta, hogy mi lesz ebből. Nem. Tehát nem. A Manhattan utcáin is mentem, és egyedül voltam, vagy egy-két doorman esetleg kint állt a ház előtt, meg egy-két homeless, de tényleg senki nem volt. Igen. Tehát ezt nem lehetett tudni. Igen, igen. Üres volt minden. Igen. És júniustól, tehát tavaly júniustól így hirtelen így beindult, a telefonom szólt egyfolytában, mindenki akart nézelődni. Tehát ami nagyon beindult, ami történt, tehát az, hogy az emberek kezdtek innen Queensből, mert én főleg Queens, Westchester, Long Island, tehát ez a részét, ebben a részben dolgozok. Az történt, hogy sokan Queensből, akik mondjuk lakásban laktak, vagy lakbérben, és sokan azért laknak itt, ugye, hogy közel legyenek a belvároshoz, mert ott van a legtöbb munka, vagy ilyesmi, elkezdtek kiköltözni. Hogy ha már kompjúterről dolgozhatok bárhonnan, ugyan mindegy, akkor most végre meg tudom azt engedni, hogy legfeljebb veszek egy kis kertes lakást, ahol a gyerekek kint játszhatnak, és nem fertőznek el senkit, én pedig nyugodtan dolgozhatok. Tehát ilyen vándorlás kezdődött Queensből Long Islandre, de ez így nagyon, nagyon beindult. Vagy Jerseybe. Tehát igen. Így más államokba, igen. Hogy
ha a magyar nézőknek, én nem, elmondom... Én vagyok Péter a monitoron. Tényleg? Igen. A magyar, magyar nézőknek. Ha a magyar nézők így megtudják, például nálunk, hozzánk nagyon sok New York jött, és én mondom, én, na mindegy, már elmondom, hogy mit mondok a New Yorkiokról, de olyan, hogy 8, érted, hogy 8000 dollár a havi rend, csak azt mondták, hogy 6 hónapra kijönnek, meg volt a haverom, 30000 dollár, havonta 30000 dollárért adta ki a házát, 6 hónapra, mert az orvos azt mondta, hogy félnek benne New Yorkban, és inkább kiköltöznek New Jersey-be. De nálam, oké, akkor elmondom, hogy mi történt a New Yorkiakkal, azt tudni élik, hogy New Jersey, meg New Yorkiak, azok nem, nincsenek ilyen nagyon jóban. A New Yorkiak azt mondják, hogy New Jersey-ek nem tudnak vezetni, de igazából a New Yorkiak nem tudnak vezetni. Szóval én így meg... Igen, várjál, én így megmondtam... Mi ketten vagyunk egyenlen. Nem érdekel. Nekem így kiköltöztek hozzám, és... mint én is construction-ben vagyok, vagy építkezésben, és mondtam neki, New Yorkból jöttél? Mondom, oké, akkor két szabály van. Ha 17-es úton mész, akkor menjél le a lassú sávba, mert 50-nel mész. Ha a középső sávba mész, akkor olyan büntető véget fogok rányomni, hogy csak nem. Ezzel. A New Yorkiak mennek a középső sávba 50-nel. Én figyelj, a 17-es úton menjünk 80-nal, és annyi, és menjék ki a másik sávban, mert nem tudsz vezetni. Jó, de Péter, ez most szerintem. Bocsánat. Ez jó volt az a kitérő. De ez most egy pillanatra annyit megjegyzek, hogy valahol igaz, tehát voltam most augusztusban otthon, és vezettem, tehát Magyarország, uh-huh. Románia, és vissza Románia, Magyarország. Uh-huh. Hát ott Formula 1-es vezetőnek uh-huh. kell lenni. Én olyan gyorsan vezettem, hogy hú, autóversenyzőnek éreztem magam, de van az a kultúra tényleg, hogy az a bal sáv az üres. Az tényleg csak addig egy pillanatra mehetsz ki, amíg átváltol sátad, ha nem, lenyomnak. Egyszerűen lenyomnak az útról. De ez azért van, mert New Yorkban mit csinálsz? Amit az Attila mondja, nyomod a dudát és a gázt, és semmi fék, csak igen. És mindig lassan mész, totyogsz. És ezért van az, hogy tekik tök normális, hogy este nem kapcsolják be a lámpát, hanem ott mennek a középső sávba 50-nel. De most te menjünk már be Péter bele, mert én a másik oldalon állok, és ugye az a helyzet, kimegyek New Jersey-be, én mindig eltévedek. Tehát annyira nem egyértelműek a dolgok, nem praktikus, de mindegy, ez legyen a mi problémák. Anna Diaz, mesélj már magadról egy kicsit, mi a kedvenc ételed, sportod, hobbid? Tudom, hogy van egy fiad, aki már nagyon nagy fiú, és most otthon van egyedül már. Igen. A fiam Ricsi, 16 éves lesz nem sokára, magas, ügyes, jó szívű fiú, kedves, tehát ez egy szülőnek szerintem. Ő beszél nagyon. Magyarul? Nem sokat, de viszont ért. Tehát uh-huh. ha bármit kérsz tőle, vagy akkor megérti, de nem sokat beszél, mert otthon angolul beszélünk, tehát uh-huh. a férjem közt és mindenki. Ezt egy picit sajnálom, hogy nem álltam rá egy kicsit jobban, valahol gyengeség, lustaság, hogy váltani angolról örökké, uh-huh. magyarra, tehát ezt sajnálom, de viszont büszke rá, hogy magyar származású is, uh-huh. és voltunk egy párszor otthon már, és nagyon élvezi. Tehát uh-huh. nagyon szeretett otthon lenni. Annak ellenére, hogy én egy kis faluból származom, a neve Mikola, Szatmárnémeti mellett, uh-huh. és de nagyon jó közösség van, nagyon, nagyon szeretek én is visszamenni, és a fiam nagyon élvezte. Tehát New Yorkból kicsi Mikola, és nagyon élvezte. És ott vannak, gondolom, hasonlókorú rokonok, barátok, igen. most már vannak neki, vannak, ugye? Vannak, igen. És nagyon élvezte az ennivalót, a beszélgetést, tehát nagyon értékeli. Uh-huh. És anyukám, hál' Istennek, még él, tehát mama ott van, tehát mamát nagyon hát szereti. Mamától hogy kéri a palacsintát, meg a süteményt? Hát inkább mama ajánlja neki, hogy uh-huh. kérsz palacsintát, uh-huh. tehát ez inkább mama kajás. Mert nekem van egy ismerősöm, képzeljétek el, és azért hordták Magyarországra, hogy úgy tanult meg magyarul mind a két gyerek, hogy ugye mamától kérni kellett palacsintát, meg pudingot, te meg édességet, és ezt nem tudta máshogy, mint magyarul, mert mama ugye nem beszélt angolul, meg spanyolul se. Hát ezek ugye kénytelenek voltak a gyerekek magyarul. De... Így van. Hát ha lesz még lehetőség, hogy egy kicsit hosszabb időre majd megy, most már, hogy nagyobb. Hát lesz neki egy magyar felesége, tökéletes lesz, helyre billen minden. Így van. Ő mivel foglalkozik? Mi akar lenni? Ő nagyon érdekli a tőzsde. Képzeld el. Na. Képzeld el, ez egy ilyen természetesen jön neki, nagyon érdekli a tőzs, de nézi a híreket, követi a cégeket, hogy állnak, rendezik az anyagiakat, stb. Kivesz, kiad el, kisplittolja, nem tudom, a séreket, olyan, tudod, ilyen kifejezéseket, uh-huh. amit nem tudok, de őt nagyon érdekli.
aminek örülök, hogy ilyen természetesen vonzza valami, mert akkor, ha majd ilyen munkát talál, tehát ebben talál munkát, akkor boldog lesz. Akkor boldog lesz. Tehát nem lesz egy muszáj, vagy egy kényszerből, hogy igen. Igen. Igen, hogy ismerek sok olyan embert, hogy dolgozik valamit, és kényszerből csinálja, mert hogy ne halljanak éjjel, tudjanak valamit enni, meg a lakbért kifizetni, de hogy ez furcsa, hogy egy srác ilyet akar. Igen, igen, nagyon érdekli, és követi, és már ilyen játékszerűen, tehát így lehet, van ilyen fake pénz, igen, és lehet azzal már így próbálkozni, igen, hogy lássa, tudom, hogy alakul. Uh-huh. Tehát így ügyes, tehát büszke vagyok. Nekem is egy-két haverom foglalkozik így, és ezzel a játék dologgal, és úgy magyarázgatták, hát ezt sem nagyon tudom kezelni, nemhogy még a... most, igen? Akkor most én kérdezem meg, a milyen horoszkópban született? Libra, tehát mérleg, a fiam mérleg. Az Attila, te mi vagy, madár, vagy kakas? Mert nem, csak mutasd meg a kezedet, mi van a kezedet, miért van tojás a kezedben? Mutasd a kezedet, tedd fel a kamerámat. Nem tojás van a kezem, ez pingponglabda, csak imádom most fogdosni. Ja, én béka vagyok, vagy mi? Az is horoszkóp? Igen, te konkrétan béka vagy, igen, és jön a gólya, reméljük, hogy fölkap és elvisz meg ezt. Különben nézőség, ez tényleg igaz, hogy ők, ez a pingpong, ez a húzzuk egymást, ez nagyon játék. Jó. De jó nagyon indulatú, jó. De persze. Viccelünk egymással. Bár most meg vagyok sértődve, kézekben már körülbelül 3 vagy 4 napja én hívom. Azelőtt ő hívott mindig, és most nem hív. És mondom, figyelj, ne szórakozzál, most megkérdeztem, hogy csináltatott ilyen szórólapokat a műsornak, amit majd egy-két helyen majd szórni is fogok, és tényleg nagyon szakosan megcsinálta, de hogyha ezt elismered Péter szemében, akkor már azt hiszi, hogy ő a főnök kettőnk közül. Tehát mindig valami hibát keresek benne, tudod, most is mondta, hogy nem politizálunk, miért van itt, hogy milyen izé, blabla, azt mondja, nem már van leírva, olvasd, de normálisan. Na mindegy, nálunk így működik. Nagyon jó, nagyon, nagyon élvezem. A féred egyébként erdélyi, vagy magyar számot? Nem, ő kolombiai, tehát dél-amerikai. Uh-huh. Ja, és a CD-s cégnél találkoztunk, végül is munkahelyen, és azóta is együtt vagyunk, tehát 95 óta. Uh-huh. Tehát 23 éve. Aztán, az is jó. Akartam kérdezni, hogy a díjaz az milyen erdélyi név lehet. Díjazó, tudod. Ja. Na, szóval a kolumbiai, az az érdekes, hogy vannak ismerőseink, ők Kolumbiában élnek, magyar származásúak, és mondták, hogy csodálatos. Tehát, hogyha ha egyszer tehetjük, akkor menjünk, és most ne a fehér oldalát nézzük, amiről híres ugye Kolumbia, hanem maga a természet, meg az, ami ott van. Tehát az isteni. Kávé az fekete? Így van, köszi szépen, mert ez különben nagyon fáj a férjemnek, amikor minden akciófilm úgy kezdődik Kolumbiában, és a fehér téma. Tehát ez úgy bántja őket, hogy... Elhiszem. Igen, tehát valahol bántja őket. Rájuk sütötték ezt a dolgot. Igen, jó, igen. Biztos, hogy van valami rész, ami igaz belőle, persze. Igen, hát igen. Ezt mindenki tudja. Csak az vonatkozik. Igen, tehát nem mindenki azt csinálja azért, tehát ott is vannak normális emberek, tehát nem. Ő zenél valamit, vagy tud valamilyen hangszerem? Nem. Jó, csak azért kérdeztem, mert nagyon sok kolumbiát ismered, nagyon, nagyon jól játszanak különböző hangszerek. Igen, és meglepően, hogy latin, tehát a latinokban benne van a táncolás, hát az, a zene, ez alap. Bennük van, igen. És ő nem olyan jól táncol, tehát ő mondja is, hogy nem tudja, hogy mi történt, valami az összetevésben, valami nem annyira. De egyébként én tényleg azért irigylem a latinókat, hogyha bánatuk van, persze a magyarok is ilyen, ha bánatok van, zenét hallgat, ha őrült jókedvűen, akkor is zenét hallgat, igen. De a zene az mindig olyan fontos nekik, igen. Hogy hihetetlen. A zene is végül is az ennivaló. És ez szerintem, ez közös. Mit főzöl neki, vagy mit tudsz főzni, amire azt mondja, hogy na, ez jó? Nagyon szereti a magyar ennivalót, tehát mindent, abszolút mindent nagyon szeret, tehát megvan a töltött káposzta, a gulyás, a pörkölt, ilyesmi, és akkor én is megtanultam az évek folyamán, ilyen spanyolos, tehát van a sancocho, ami egy ilyen farokcsontból készült leves, és ilyen minden van benne, hogy krumpli, meg egy pici kukorica darabkák is, meg az ők, a yuca, amit mi nem ismerünk annyira, tehát egy ilyen rostos dolog, tehát majdnem olyan, mint a krumpli, de egy kicsit keményebb. Tehát ilyesmit azt is tudok csinálni. Fehér színű? Igen. És olyas, mint a fehér répa, nem? Igen,
Igen, olyasmi, én de rostos. Igen, ilyen kiszedő kajádába szoktam menni egy bizonyos helyen, és ott én mindig azt hittem, hogy ez fehér répa, de nem olyan éreztem az ízén, hogy ez nem, akkor ez lehet, hogy hívják? Yuka. Yuka, de meg is kérdezem. Ja, ja. És szóval neki is főzök néha így, de nem válogat, tehát abszolút szeret enni, bármi van, tehát, és nagyon feltalálja magát a magyarok között, tehát ennyi ideje, hogy együtt vagyunk, nekem is sok barátom, magyar barátom van, tehát szerintem már őt nem is úgy nézik, hogy nem magyar, hanem nagyobb magyar néha, mint mi, vagy nem is tudom, tehát úgy nagyon jól beilleszkedett, és szereti is mindenkit, tehát ilyen jó természete van, kedves, barátságos, szeret így bohóckodni, tehát az úgy mindig megnyeri az embereket. De jó. És Kolumbiában jártok? Voltatok igen, már? Igen, voltunk többször. Voltunk, tehát ő a fővárosból való, Bogotából, tehát ő ott született, ott nőtt fel, de van egy régi város, a Cartagena, ami egy nagyon ilyen történelmi város, és hát gyönyörű, tehát úgy, mint a filmeken látjuk ezeket a kicsi színes házakat, azok a gyönyörű teraszokkal, terevirággal, és minden háznak más színe van, tehát az olyan... Péter, képet rakja be. Várjál, miről rakja be? Várjál, város? Várjál. Cartagena. Oké. Na, ezt a leírok, barátom, csak hogy így... Hogy van írva? Cartagena. Oké. Cartagena, bocsánat. De hogyha vannak képeid, már pedig biztos, hogy bízunk benne, hogy vannak képek, akkor azokat betesszük majd, jó? Jó, jó. Mert tényleg azt mondták ezek a barátaink, ismerőseink, akik ott élnek, hogy valami szenzációs, tehát hogy brutál. Nagyon szép, és ami... Ottani emberek kedvesek? Igen, nagyon kedvesek, barátságosak. Mit szóltak hozzá, hogy te Európából jöttél, tudták egyáltalán, hogy hol van? Persze, és azt nehéz letitkolni, mert így ránézésre rám. Igen, tehát, hát hogy nem vagy kolumbiai, igen. Igen, nagyon kedvesek különben. Kedvesek, és valahol olyan érdekesnek találják ezt, hogy szőke, kék szemű. Ja, hogy kolumbiai szőke. De annyit meg akarok jegyezni, hogy itt New Yorkban is ismerek több olyan párt, aki pont ilyen, hogy magyar és spanyol. Magyar és spanyol. Tehát szerintem ez egy nagyon jó... csapat vagy, vagy ez így működik szerintem. Azta. És nagyon jók a színek. Én azt veszem észre, igen, hogy tényleg színek. Azok, hogy ránézek, és igen. Hogy fú, hát, mert látod, tehát ott van egy ilyen téglás megfejtés, gondolom az valami templomszerű. Történelmi, igen, egy nagyon régi és valami. És itt van egy ilyen sárga mellette, és bal oldalon fehér, ott egy világosabb sárga, ez szenzációs. Keresünk még, figyelj. És az éghajlatot tökéletes, gondolom. Igen, nagyon jó idő van, tehát azon a részen. Na most, tehát ezek a teraszok olyan szépek. Meg ilyen kis szűk utcák. Nagyon, fú, igen. Nagyon tök jó szép. Lehet. Nagyon szép. Tehát ott járkálni tényleg nagyon. Meg ott vannak nagyon magas hegyek is meg. Igen, tehát legelőször, amikor voltam, az lepett meg, hogy nagyon hasonlított Romániához, tehát annyi hegy van, tehát azt hittem, hogy a Kárpátoknál vagyunk. Tehát pont olyan érzés, hogy a Kárpáti hegyek között megyünk. Tehát Bogota is így körbe van véve hegyekkel, és ott viszont nincs olyan jó idő, tehát ott sokat esik az eső, és elég hideg van. Tehát ilyen 7 fok, 8 fok napközben. Hát nem megyünk oda, Igen. De viszont ami érdekes, hogy már 2 órát utazol onnan valahová, és már trópikus, és meleg. És pálmafa. Tehát a hidegből rögtön így 2 órát kell. És náluk van egy ilyen piacos megfejtés, és kirakják a kofák a különböző termékeket? Igen, de jó. Van. Mi persze. A pénz nemük? Milyen? Pesos. Pesos? Ott is pesos van. Aha. Igen, pesos. Na, hát nézd meg, ez csodálatos, jó, nem? Hát színek. Olyan hangulata van az egésznek, hogy egyszerűen... És a kis vendéglőkből jön ki az a jó latin zene, tudod, a ritmussal, minden, csalogató. Mi vagyunk. Jó. Szóljál, Péter, mert behúzom a hasamat. Akkor én is. Nem, te csinos vagy, de mi már ilyen kicsit... Attila már leellett ott a tojás a kezében. Igen, én már kész vagyok. De jó, és hol jártatok még a világban? Merre? Hát végül is New York, Kolumbia, itt az USA-ban voltunk egy pár helyen, és a 18-ban sikerült elmenjünk Spanyolországba, ami ugyancsak nagyon tetszett.
Nagyon-nagyon tetszett. De az már másfajta azért, mert ugye azt mondjuk, hogy latinok, és hogy spanyolok beszélnek, spanyolok, mindenkire ráhúzok, hogy spanyolok, de mondjuk, hogy mexikói az nem, hát jó, spanyolul beszél, de az nem az a spanyol, ami Spanyolországban van, ugye? Ezt lehet érteni, amit mondtam, mert kicsit belebonyolódtam. Igen? Értettük. Igen? Hát igen, végül is valahol a stílus is, meg a hagyományok egy kicsit másabbak, de na, így amúgy nagyon tetszett. Uh-huh. Tehát nagyon tetszett, és az egyik álmom az, hogy lássam a Sagrada Familia, azt a nagy templomot, uh-huh. amit a Gaudi épített. Mikor előtte állsz, akkor így leesik az állat, hogy ilyen nincs, uh-huh. ilyen nincs. Az valami csoda, uh-huh. hogy egy emberbe ennyi tehetség legyen, és ennyi álom, és ennyi meglátás. Valami fantasztikus, tehát az a nagyon jó élmény volt. Hát Anna Díaz, ez hihetetlen. Tényleg olyan dolgokat meséltél itt nekünk. Szerintem most a nézők nagy része azt mondja, persze neki könnyű, mert ott volt a nővére, befutott meg minden. De hát gondolom azért New Yorkban voltak itt erős pillanatok nálatok is. Voltak. Tehát amikor nem csak az volt, hogy 6%-os jutalékot fogsz kapni, és az, azt csak most értem el, tehát az most volt 17 év után. Uh-huh. Tehát az első sok év, 10 év mondhatom, az kemény volt, mert ki kell építeni először is egy klienskört, és ez munkával jár, tehát te kell keresd a munkát, mert uh-huh. senki nem ismer, tehát nem fognak hozzád jönni. Uh-huh. Ki az az Anna Díaz? Uh-huh. Tehát ez az hirdetés, örökké hirdesd magad, és kialakítani egy ilyen hálózatot. Most már egy picit könnyebb, mert akikkel dolgoztam és ismernek, azok sokszor visszajönnek, megint újra hozzám, uh-huh, hogy segítsek uh-huh. nekik valamit, vagy újra venni, vagy eladni, és vagy ajánlanak valakinek. Uh-huh. Tehát ez az, amit ugye nehéz elérni, és sok időbe kerül, hogy ajánlatokat kapjál. Tehát nekünk végül is ez az alap, uh-huh. ez a legfontosabb. De nekem az az érzésem veled szemben, hogy én megbízok benne. Tehát, hogyha én el akarnám adni a Manhattani lakásunkat, ami 10 darab van, egymás alatt, akkor én biztos, hogy szólnék neked is, hogy Anna, tudsz-e ebben segíteni? Mert tényleg jó a kisugárzásod ebből a szempontból is. Meg eleve az, hogy írtam neked, és eljöttél már, az egy pozitív dolog. A másik, hogy tényleg nem, Péter, nem így érzed, hogy ahogy beszél az Anna, hogy így elhiszem neki, hogy ő tényleg. De nem olyan, mint én például, mint te. Tehát azért komolyabb egy kicsit a történet szerintem, nem? Nem értem a kérdésedet. Oké, okay. Na mindegy, adáson kívül. Ne, mondjad, mert most ezzel kíváncsi vagyok. Nem az, hogy ahogy beszél a munkájáról, uh-huh. és gondolom, ahogy csinálja, tényleg uh-huh. az van, amit ő megígér, az úgy van, úgy történik. Uh-huh. Tehát, hogyha ő azt mondja, hogy elintézem az ügyvédet, elintézem a csempést, vagy akármit, vagy ezt elszállítatom, konténer itt lesz csütörtökön reggel a ház előtt, lehet kihordani a szemetet, ha ezt ő bevállalja, én elhiszem neki, hogy ezt megcsinálja, és szerintem meg is csinálja. Igen. Ez a pozitív kisugárzás, ami jön belőled, az, hogy oké, okay, csináljuk, megcsináljuk, meg ez az, amikor te szereted tudod, ez kell ilyen ember szeretet, mert kell hozzá, tudod, a networking, vagy szépen igen. magyarosan mondva networking, igen. szóval emberekkel beszélgetni, igen. kedvesnek lenni, és így fognak jönni, így fogják állni, figyelj, gyere az Annához, mert ő tök aranyos, mindent elintéz. Igen, de hát ugye ezért kellett ez a jó pár év. Gondolom azért volt egy időszak, amikor azt mondtad, hogy ezt nem fogom csinálni, tehát kész. Nagyon sokszor volt. Ezt abba hagyom, nem nagyon indult sokszor. Be igazából, férjem dolgozik, tényleg maximálisan oda teszi magát, és akkor én csak így próbálkozgatok. Itt a gyerek. Ugye a gyerek nem kíváncsi rá, hogy anyának bejött az üzlet, vagy nem, hogyha éhes, akkor enni adni így kell van. Neki. Így van. Nagyon sokszor lent van, nagyon sokszor fent. Minden befolyásolja az ingatlant, a gazdaság, a politika, az időjárás, a terrorizmus, minden befolyásolja. Uh-huh. És ugye 2007 körül volt az, amikor a bankok ugye csődbe uh-huh. mentek, tehát akkor nekem egy jó, mondhatom, majdnem 5 évig nagyon nehéz volt, és amellett akkor visszamentem takarítani. Uh-huh. Mert büszkeség vagy nem büszkeség, de úgy voltunk tanítva, hogy az őszinte munka nem szégyen, tehát visszamentem takarítani az a pár év alatt, amíg újra beindult egy kicsit az ingatlan. Nem adtam fel, de viszont kellett egy ilyen kis segítő. Az az érdekes, hogy aki itt van Amerikában, és elkezd dolgozni, itt élni, én azt veszem észre, azok
azokkal, akikkel beszélgetünk, hogy ez a takarításos, vagy akár ez a férfiaknál mondjuk egy kontrakcióba elmenni dolgozni, ez nálunk itt alap dolog. Igen. De gondolom azért Magyarországon, meg gondolom nálatok is, azért igen, mindenki egy kicsit úgy, mi van, takarít, akkor mi? És jönnek a kérdések, hogy akkor miért nem jöttök haza? Hát ezt otthon is tudnád csinálni. De nem, mert egyszerűen nem adhatod föl, hiszen hogyha kitaláltál valamit, és valamennyire elindult, de közben jött egy ilyen gazdasági krak, hát akkor igen, ilyenkor látszódik az, hogy mennyire vagy élelmes, akkor fogod magad, és visszamész takarítani, mosogatni, konstrukciónbe, tök mindegy, hogy mit csinálsz, mert dolgozni kell. De hát otthon is kell egyébként, tehát tök mindegy. De akkor miért vagy Amerikában, és akkor miért? Az ambíció, a kitartás, tehát ez tovább húzza az embert, és a cél az tényleg, hogy segíteni. Tehát ez egy nagyon jó érzés, mikor valakinek segíthetek, és mindig végül is ezt észben tartom, hogy ez egy megtiszteltetés, hogy valaki bennem bízik, és beavatott az egyik legnagyobb befektetésbe, ami az életükbe tesznek itt, és mindig a cél az, hogy boldogok legyenek, és semmi olyat nem tennék, amit nem szeretnék, hogy más se tegyen velem. Tehát ezt úgy mindig azért tisztában tartom, hogy ez nekem hogy esne. Tehát úgy mindig odafigyelek a másoknak az érzelmeikre, vagy hogy mi szükséges nekik. Tehát, Meg a takarítás, most úgy, ezeket mindig meg kell, hogy védjen, meg a construction. Ezek tök normális dolgok, mert nem kell szégyelni, mert ez egy... Én hány olyan embert ismerek, aki construction-be kezdte, és most millió dolláros cége van, mert azt fejlesztette. És vannak, hogyha ha nézel, most nem tudom, reklámozzunk, van egy New Jersey-es cég, az nem, hogy Maids, az is egy magyar srác volt, aki gondolom elkezdett takarítani, és csináld belőle valamit. Szóval tök mindegy, mit csinálsz, csak csináld, és csináld jól, és utána az tök mindegy, ezt nem kell szégyelni, mert én nekem is, na mindegy, most nem akarunk személyes, mert na mindegy, ebbe nem is akarok belemenni. Mert akkor... Nem akarok belemenni, arosztokrátia, nem, mert mindegy, azért, mert értjük, megbeszéltük. Tehát dolgozni kell, ha nincs olyan munkád, akkor ezeket meg tudod csinálni bármikor. Erre van egy tök jó. Na. Afrikában reggel föl kell a gazella, és tudja, hogy gyorsabban kell futni, mint a leglassabb oroszlán. Afrikában az oroszlán föl kell, és tudja, hogy gyorsabban kell futni, mint a leglassabb gazella, hogy tudjon enni. És a történet, vagy mi ebből a morális ebből a történet, vagy hogy mondják, hogy mi ennek a történetnek a lényege? Igen. Ha fölkelsz, kezdj el futni. Köszönjük nem szépen. Ezt kell, a tapsot kell. Majdnem. Köszönjük, Péter, köszönjük. Anna Díaz, köszönjük neked is, hogy eljöttél. Nagyon szerintem szuper jót beszélgettünk. Köszönöm. Bárki szeretne adni, venni, keresen téged, nyugodt szívvel tudunk ajánlani. Köszönöm. És tényleg jó a kisugárzásod. Köszönöm. Tényleg megbízhatónak tűnsz. Aztán majd kiderül, hogyha adom a mehetteni lakásokat, hogy mi lesz előre. De jó is lenne. Egyébként kézed az a mániánk, hogy mi mehetemben szeretnénk élni. Tehát, hogy nem tudod, mindenki azt mondja, hogy bolondok vagyunk. Ott szeretnénk. Tehát főleg a déli része, ugye lent Dantam részén, mert ott ugye ott vannak művészek, jó kis éttermek, kávézók, minden. Nekünk ez a cél valahogy. De hát tudjuk, hogy nem mondok ilyet, hogy elérhető, mert valahogy össze kell hoznom. Csak még nem tudom, hogy hogyan, de mi, hogyha ott akarunk venni, akkor majd szólunk neked. Jó, csak célben kell tartani, sose add fel. Én semmit nem szoktam. Még annyit, hogyha mondhatnék, hogy... Nem mondtad, köszönjük. Igen. Hogy azért úgy szeretném megköszönni mindenkinek, úgy visszamenőleg gyerekkoromtól mostanáig, akikkel találkoztam, mert úgy érzem, hogy mindenkivel, akivel találkozol, az valahogy formál téged, tehát kialakít. Tehát úgy általában meg szeretném mindenkinek köszönni, akit ismerek, hogy köszönöm, hogy vagytok nekem, értékeltek, beszéltek velem, tanulhattam tőletek, mert úgy érzem, hogy én úgy mindenkinek az eredménye vagyok. Tehát köszönöm. Így formálgattak téged. Igen. De jól látod, most is jót mondtál. Ez komolyan, ez tetszik, jót mondtál. Mert ugye beszélgettünk adás előtt, hogy te spirituálisan is azért gondolkozol, szereted ezeket a dolgokat, a Péter máshogy gondolkodik, de...
Hogy gondolkodom? Hát nem, te annyira nem szoktál így belebonyolódni ebbe a spirituális dolgokba, mert... Az nem biztos, de lehet, hogy spirituális vagy, csak azt akartam annak mondani, hogy ez a Móka Podcast, nem pedig az Oscar gála, hogy mindenkinek meg kell köszönni. Nem, de ez... lehet, hogy többet nekem nem lesz lehetőségem, és az tuti, hogy Oscart nem fogok nyerni, tehát... Sose lehet tudni. Azt sem mondta, hogy nem fogsz, mert lehet, hogy a ingatlanosok között is van egy Oscar-díj, és egy akkor Oscar, megnyerheted, és bármikor jöhetsz hozzánk, tehát ez bármikor elmond. De különben nyugodtan akkor mondd el megint, hogy kiknek szeretnéd megköszönni, hogy belebeszéltünk, bocs. Nem, ez úgy mindenkinek. Tehát megkezdve a kicsi Mikolától, a közösségtől, hogy mai napig is úgy érzem, hogy olyan közösség nincs, tehát ők ezt kell tudják, hogy ők nagyon jók ott, ahol vannak, és aranyosak, aranyos Mikola, és a szatmárnémeti környék, és tehát a gyökerek azok nekem nagyon fontosak, hogy és értékelem. Hogy szoktak fogadni, amikor hazamész? Örömmel, tehát én érzem ezt, én úgy érzem, hogy örömmel fogadnak, és én is örömmel megyek vissza, és értékelem őket, hogy én ott kezdtem, és ott vannak a gyökereim, ott tanultam meg magyarul, és tehát ezt értékelem. És ugyanígy itt is, akikkel, emberekkel dolgoztam, és találkoztam, barátok, hogy valahol mindenkitől tanultam. Otthon neked van még barátnőd? Igen. Az legjobb barátnőd az általános iskolából? Az általános iskolában nagyon jó társaságunk volt, tehát tényleg az egy szórakozás volt. Az kifejezetten szórakozás volt. A középiskola már egy kicsit komolyabb, meg ahogy mi is a személyiségünk alakult, az már egy kicsit nehezebb volt, mint mindenkinek, de ott is még mindig ilyen nagyon tartós kapcsolataink vannak, és köszönhető a technológiának, most már könnyebb is tartani a lépést mindenkivel. De jó. Ja. Hát tényleg, Anna Díaz, köszönjük, hogy eljöttél, és mutattál kolumbiai képeket is, ezt a színes világot. Érdekes lenne, tényleg jó lenne egyszer kimenni, körbenézni, mert valóban, meg hát a zenéjük, hát az brutál. Az olyan ritmussal van tele, igen, hogy... Tehát, hogy ugye Péter is diszkózik, valami közel nekem is van a zenéhez, hogy brutál. Tehát azt tudom, hogy például vannak olyan mexikói, kubai, sőt kolumbiai trombitások, hogy olyanokat fújnak ki, amit európai ki sem tud fújni. Tehát képzeld, olyan technikával tudja megfújni, hogy kész, sehol nem vagyunk hozzájuk, és tényleg ez a zene nagyon fontos nekik. Úgy valószínűleg a te családodba is ugye bevitte a Díaz ezt a dolgot. Igen, tehát, a lezserséget egy kicsit, hogy élvezni egy kicsit jobban az életet. Uh-huh. Tehát valószínűleg ezért is vonzoltunk egymáshoz, mert én úgy érzem, hogy egy kicsit én túl komoly is voltam, mint fiatal. Úgy érzem, hogy most egy jobb... a variációja vagyok magamnak, tehát akkor egy kicsit túl komoly voltam, és amikor őt megismertem, akkor egy ilyen új kultúra, egy kicsit ők ilyen lezserebbek, szeretik a zenét, a mulatást, hogy engedd el magad, nem kell mindig olyan nagyon komolynak lenni. A közös képet mutathatunk be? Persze. A nézőknek? Péter, hogyha nagyon-nagyon szépen megkérde, Anna Díaz a Facebookon. No, megkeressük. Ez még én vagyok, bár én is kolumbiainak nézek ki. Az összes latinó egyébként nekem beszélt, tehát igen, spanyolul igen. Ráadásul. Igen. Azt hittem, hogy olasz vagy. Hát az olaszok az is, de a spanyolok. Ja, a spanyolnak tuti bemennél, ja. Ez addig beszéljetek, mert nekem időbetelig megkeressem. Jó. Ja, és azt felejtettem el egyébként megkérdezni, a Kolumbiában a szülőkkel találkozhatok, gondolom, a nagyszülő, tehát a szüleivel, a Díaznak. Igen, tehát sajnos apósommal nem találkoztam, mert ő meghalt, mielőtt én tudtam utazni Kolumbiába, tehát ővele nem sikerült találkoznom, de viszont a telefonon beszéltünk, mielőtt meghalt. Ő egy nagyon ügyes bizniszember volt, tehát ilyen azt hiszem 3 gyárja volt, ilyen vas, hát akkor... acél, építkezéshez acél, oszlopokat, meg nem tudom mit készítettek, tehát ilyen hát akkor jó... Ricsinek lehet, hogy innen jön ez a vérvonal. Igen, mert azért ott is ugyanúgy, ott csak aranyból van a vasú, tehát neki azt össze kellett rakni fejben is, meg ugye kivitelezni. Igen, tehát igen, valószínű, ezt mi is gondoltuk, hogy innen jön neki ez az üzleti érzés, érzék. Anyósom pedig egy ilyen nagyon aranyos, egy ilyen nagyon kedves, egy ilyen édes valaki, egy ilyen szerető valaki, aki egy nagy családot nevelt fel, 12-en voltak, tehát nekem most 8 sógornőm volt, van, 8 sógornőm az van, mekkora. És de mindegyik aranyos, kedves, tehát mindig is jól kijöttem velük, és anyósom is egy nagyon egy drága anyós volt, meg anyuka, sajnos ő is meghalt 2 éve, de tényleg ő volt az a...
A kapocs. A kapocs, igen, az egész családot, aki összetartotta. Megvannak a képek. Maurizio. Itt van. Azt láttam, hogy fodrásznál volt, és nagyon tetszett az új haj. Igen. Írták sokan, hogy ez jó. Okay. Igen, és ő a fiad? Ő a fiam, de most már sokkal nagyobb. Most már nagyobb. Igen, sokkal nagyobb. Uh-huh. Ő egy magyar barátnő, Kinga, Floridában él. Uh-huh. Nagyon jó barátnő, itt él, tehát itt ismerkedtünk meg. Uh-huh. Az anyukájával dolgoztam, itt a CD-s cégnél, uh-huh. tehát így. Ez a CD-s cég. Ez a CD-s cég indította. Ez nagyon tetszik nekem. Ez indította meg nekem végül is uh-huh. a magyar közösséget. Tehát amikor ott, mert ott majdnem, hogy mindenki magyar volt, vagy fele legalábbis a társaságnak. De jó kiállású a fiad. Itt egy aranyos. Első áldozáson voltunk, az uh-huh. unoka öcsémnek. Uh-huh. A nővéremnek van két gyereke. Uh-huh. Ja, ő van. A nővérem. Itt pedig a Post Malone koncerten voltunk. Opácska. Igen. Mert miért? Elnézést. Még egyszer a nevét. Post Malone. Uh-huh. Ő nagy valaki? Csak kérdezem. Most a fiatalok közt, a fiatalok. Igen. És ő az anyósom, tehát ah, volt a nagyon drága. Tehát a fiatalok közt a Post Malone most nagyon megy, és persze az unokahúgom, aki egy idős a fiammal, ők beszéltek rá, hogy menjünk velük, uh-huh. de mi is élveztük uh-huh. különben. Amúgy hozzáteszem itt is a férjemnek a mókasága, aha. hogy ő úgy hívja a Post Malone-t, hogy Post Office, és ezzel húzza az unokahúgomat. Na, hogy van a Post Office? De jó. Ja. Itt van. Hogy tudjad. Ja, ez igen, a tetovált fejű srác. Igen, tudom, ezt láttam. Őt láttam már több ilyen tévésóban. Igen, jó, de hát bízunk benne, hogy Anna Dioszt is látjuk többször itt nálunk. De tudod, hol lehetett látni még? Ami nagyon érdekes volt. Hol? A Joe Rogannek a podcastjébe nagyon begombáztak, és valami 4 órán keresztül röhögtek a műsorba. Na, az is érdekes. Én a gombázást nem vállalom, viszont bármikor Annával beszélgetünk 4 órosszát. Kávézást vállalod? A kávézást, a fekete kávézást bármikor. Tehát az jöhet. Jó, Anna, köszönjük szépen. Tényleg boldogok vagyunk, és nagyon-nagyon kellemesen eltelt. Hát másfél 1 óra 10 perc. Ez nagyon kemény, látod, nem is gondoltad van. És nem. Azt mondtad nekem, meg azt írtad, hogy nem, miről fogsz mesélni. Látod, erről. Ja. Egyszerűen utána egy ilyen csap kinyílik, és igen. akkor elkezdenek az emberek beszélni. De ezt így csináljátok. Tehát tényleg olyan kényelmesen érzem itt magam, úgyhogy szerintem még tovább beszélgetek. Tessék, maradj. Nekem mindig ez az álmom, hogy az Attila mindig már el akar aludni, én meg azt mondom, nem, csináljuk. Én nekem is... Tóljuk, várja. Kisörös, hoz egy kis gombát. Hát a 4 órán keresztül tudjuk tolni. Nem akarok ilyeneket kipróbálni. Anna, köszönjük szépen. Én köszönöm. Puszoljuk a családodat, mindenkit. Siperke gombát. Meg hát nagyon-nagyon bízunk benne, hogy akkor most már nálatok is nézik otthon a kisfaluban. Igen, hát majd szerintem igen, remélem. Szórd a szórólapot, légy szíves, jó? Igen, a szórólapot majd tovább küldöm. Nagyon jól éreztem magamat, tényleg köszönöm, megtiszteltetés, jól éreztem magam, tényleg nagy. Nem is gondoltam, mert az elején azt akartam tőled kérdezni, hogy volt-e már olyan látogatótok, vendégetek, hogy csak igennel és nemmel válaszolt, nem senki. Adom, lehet az én leszek, hogy csak nem, igen. Senki. Volt olyan, aki bevállalta és utána lemondta, hát konkrétan a kisvörös, de egyébként mindenki eljött, és mindenki tök jól érzi magát. Ő nem hajlandó erre a dologra. Túl messze hát kellett jöjjön. Igen, a nagy távolság. Nekünk az az álmunk, hogy a kisvörös, meg az én feleségem, az Edith jöjjön be, de mindig azt mondja az Edith, figyelj, ha én bemegyek, akkor olyanokat mondok róla, hogy soha többet nem akarsz, hogy jöjjünk. Két nőbe, két feleség beül majd, az mekkora lesz. Ja, de én azt szeretném, tényleg, csak mi nem ülve két nő, azt elmondja rólunk az igazat. De várjál, de az... Titkokat, az összes titkot megtudnánk rólatok, képzeld el. Hát, fú, érdekes lista lenne. Akkor lehet tényleg az is mindig ilyen. Jó, hát mondjuk rólam sok mindent el lehet mondani, de azt, hogy nem vagyok édességfüggő, azt nem. Én képzeld, olyan édességfüggő vagyok, hogy elmondani nem tudom. Tehát most így visszafogtuk, mert azért a bendőn látszik, amikor totálba, nézd csak, így be kell húznom a hasamat, hogy kárcsú legyek. Azóta eszel tojást? Mert képzeld, én meglátok bákusbeiglit, palacsinta, meg... hát mindent, ami édesség, és képzeld, nincs határ.
Tehát, hogy addig eszem hogy kész, tehát szétduranok. És egy idő után ugye ez látszódik rajtad. És hogyha rákapok valamire, például ugye említetted, hogy bemész lengyel boltba, egyből lengyelül beszélnek, igen, hozzád, igen. És a lengyeleknél van ugye mákos beigli is, meg igen, ilyen különböző... Meg a babka. Érted? Hát, és a múltkor bemegyünk a lengyel boltba, és a kis tehén csokit, a krovka. Aha. Hát figyelj, hát körülbelül 4 vagy 5 hétig hordtuk, szerintem mi hordtuk el az összeset. Meg is ez a karamellás cukor, tudod? Hát egyszerűen nem volt mértékegység bennem, tudod? Addig ettem, amíg volt. Na még egyet. És tudod, egy idő után azért a cukortartalom az látszódik rajtad. Tudom, mert nekem a gyengességem a fagyi. Tehát hát jöhet az egész vödörrel. Hát tudod? Ja. Hát az nekem is. A fagyi. Hát a én fagyi. Is így voltam vele, ja. de most már próbálom lefogni magam. Én is. Viszont beszéltél a lengyel boltról, és az Edit ugyanezt mondja, hogy bemegy a lengyel boltba, és elkezdünk hozzá lengyelül beszélni, hogy tak, 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 meg zsem, és hogyha azt mondja, én nem beszélek, tudod, főleg azt mondja, hogy I don't speak Polish, és akkor erre olyan mérgesek lesznek. Igen, azért én mondom nekik, hogy vengérka, magyarski. Oké. Ennyit tudok lengyelül, hogy mert ez sokat megtörtént velem. Én többet tudok lengyelül azért, mert főleg úgy, hogy a judóban is, hogy a lengyelek a társaim, meg minden, dzsinkuje bázó, és akkor utána mondják, prosim, és nem tudom, miket mondanak, a szomszédaink lengyelek, teljesen jó arcok. Na mindegy, ennyit a lengyelekről. Annak köszönjük szépen, tényleg most már búcsúzzunk, jó? Mi? Attikának föllötték a pizsomát. Hát nem szégyellem, ez van. Így az utolsó pár évre, érted. Várj, akkor csiperke gomba? Na, hagyjál már, hogy gombázni akarsz minden áron. Nem, figyelj, szedünk az erdőbe csiperke gombát, csinálunk be gombapörköltöt. És mi lesz, hogyha a bolond gombát szedünk véletlenül? Hát, szerintem azt mi megettük régen. Ja, tehát rajtunk nem látszódna. Egyébként most így mondtad, tényleg egy jó gombapörit. Igen. Igen, az én is régen. És akkor várjál kicsit, mit tesznek hozzá? Zaftos legyen, zaftos. Nem, az a fehér, vagy ilyen... Tejfő? Nem, tészta. Mi az? Galuskával. Ugye? Okay. Na, akkor várjál, akkor most reklámozzunk egy kicsit, a szokás szerint. A október 3, és Garfieldon megcsinálunk, hogyha nem is gombás pörköltöt, de lesz ilyen halászlé összeütő verseny, de vagy mindenféle halas dolgot lehet csinálni, de tudod, hogyha akarsz gombás pörköltet csinálni, akkor jelentkezi, akkor gyere, csináljuk azt is. Én azt se tudok, viszont azt tudom, hogy nálatok in Garfieldon 3-án ugye bajaiak már jelentkeztek, és föltettük a Facebookra, ugye, mert ugye Baja meg Szeged a halászlében, hát az világháborút, igen, tud elindítani, hát ős ellenségek, igen, vagyunk a bajaiakkal, és ugye valószínű, hogy Szeged is képviselteti majd magát, és csinálunk egy igazi szegedi halászlet, hogy egyenek a bajaiak is végre egyszer normálisan, meg hát ugye Péterék is. Na most ezek olyan durva szavak, de egyébként képzeld el, hogy a nagyapáink azok olyan szinten háborúztak egymással, ha lehet ilyet mondani, hogyha megtudták, hogy bajáról jött valaki, nem is álltak vele szóba. Tehát, hogy a bajai halászlé az nem halászlé. A bajaiak azt mondják, hogy a Szeged, hát ez a préselt vacak, hát mi ez, hagyjad már. És ugye ráadásul, hogy a bajaiaktól a levét tésztával eszik, külön, és külön a húst. Na most ez nálunk, ez Szeged, hát ez felejtsd el. És akkor tudod, ez ment az a tilitoli ide-oda minden. De közben imádom, én hozzáteszem, mind a kettő nagyon finom, de azért egy jó szegedi, az biztos, hogy nyerő. Ja, és mit mondanak, azt mondják a szegedik, hogy minek tesznek répát a halászlébe, tudod, ott a tetején, ott úszkál a kis sárga répa. Szóval ezt lehet mondani, én nem vagyok semmilyen párti, én is ugyanúgy megteszem mind a kettőt, viszont mit fogok én csinálni? Hekket. Na most azt képzeld el, ezt már nem vesszük, ez már adáson kívül, hogy hogy amikor a Csonka Zsolti volt a vendégünk, egy fiatalember szakács, minden, akkor Peti bevállalta, hogy szerez, mint nálunk Balatonon kis hekeket így kisütöttek, minden, és ez a Balatonhoz, meg szinte az összes magyarországi piachoz hozzátartozott ez a hek, sült krumpli, tört krumpli, meg ilyenek, és a Peti kézzel talált valami kínai megfejtésben hekket. És megcsinálta, és figyelj, azok az igazi régi ízek, ahogy visszajöttek, brutál volt. Ropogós. Igen, ropogós. Figyelj,
Tudod, az gyerekkorban én is. Igen, az azért meghatározott. Hát ugye régebben ugye a hal alánylag olcsó volt, ugye abban az időben nálunk se volt olyan nagy pompa Magyarországon, és ezt ugye lehetett kapni. Például volt nálunk egy kis kocsma, és volt egy ilyen hal sütőrész, a kimondott hal sütőrész része, és a kocsmába itt mentek be, a másik utcáról meg ugye a kis ablakon kiadták ezeket a hekeket. Azt tudjuk csinálni, hogy ha kijössz 3-án Garfieldra, mindegy, a klubhoz, a magyar klubhoz, mert megtalálod, úgyis tudod, hogy hol vagyok, meg érezni fogod, akkor te is meg tudod kóstolni a bajai halászlét, a szegedi halászlét, a hekket. Nem, Péter, nem. Meg tudod kóstolni a szegedi halászlét, és utána a bajai, hogyha még lesz kedved hozzá. Jó van. Szóval, de lesz hack is, és az érdekessége a hacknek, hogy most így próbálunk utána nézni, hogy ez 70-es években kezdték el így divatozni, mert egész pontosan ez argentin hal, és azt mondják, hogy soha nem láttak a fejét. Nem, én fejjel veszem, amikor veszem, akkor ott a fej, sőt, tudok róla a fényképet is mutatni, mindegy, és utána levágják a fejét, és kitisztítják. Szóval a hack az egy argentin hal, és akkor ott vagy a Balatonról, pedig az van, hogy a hack és a keszek, szóval, hogy vagy a folyami halak, vagy pedig ott is van ilyen különbség. Igen, de én például egy olyan recept szerint csinálom, legalábbis, hogy ezt hol csináltak? Balatonon. A Melinda, a klubnak az elnöke, ő mondta, hogy ilyen beer bearer, vagy sörös, hogy bondás. Sörös bondás. Szóval úgy csináljuk, hogy a sör, liszt, paprikás lesz, és úgy, szóval elég ropogos. Kijössz, meghívlak egyre, nagyon szívesen. Köszönöm a többi, szépen. Többi már fizetned kell. Köszönöm. Ja. Szóval oda a diéta. Ennyi volt. Figyelj, cheat day. Igen. Az a baj egyébként, hogyha jó magyar kajákat teszel, akkor nincs diéta. Nincs. Én nekem magyarázhat bárki, most nem akarok embereket kiemelni, hogy a televízióban, meg celebeket, hogy minden, de az, hogyha te magyar kajákat eszel, és magyarul akarod érezni magad, becsapsz egy feles páleszt, meg kis sört, vagy bort, vagy valami, meg jót eszel, az előbb-utóbb látszódni fog. De hát mi ilyenek vagyunk. Nem kell annyit enni, de ezt nem bírod ki. Figyelj, mikor ott van egy jó magyar kaja, tudod, egy gulyás vagy bármi, hát úgyse fogod azt mondani, hogy állj, ne, benne eszek. Ja. Hát, biztos. Ja, és a másik, hogy azt tudom, hogy például nálatok Erdélyben ilyen olyan kenyerek vannak, hogy olyan a héja, hogy tudod, ez a ropogós. Meg, hát most figyelj, valaki, én is, hogy vega vagyok, de valaki idehoz egy haltepertőt, amit gondolom nem is hetetek még soha. Szegeden, nem is hallottam, hogy Szegeden van ez ilyen. Is van. Na vagy akár a libazsírral megkened, vagy bárhogy is egy ilyen ropogós kenyeret. Igen. Hát figyelj, nyeltél egyet. Az a gyerekkor, igen, minden benne van. Jöhet én nekem bárki diétával, meg nem? Ja. Tehát ezt úgyse hagynád, hogy nem föl a vége, hát nálunk osztályharcok voltak az osztályok között, hogy kié lesz a vége. Hát én nekem nem mondja senki, hogy nem eszed meg, mert nem izé gluténfree, meg jó, persze, tudom, hogy vannak gluténbetegek, ezt aláírom, de hogy én... Gluténbetegek, erről azt tudnám mondani, hogy most ez új divat lett, vagy legalábbis most kezd följönni, még a sourdough bread, az Magyarországon a sourdough volt, tudod, volt az a kenyér, mert az nagyon egészséges, és szerintem az a legegészségesebb kenyér, és most már azt is így elkezdtük, hogy az Edittel, hogy elkezdünk majd csinálni otthon, mert ez 4 napig készül, de a magyarok, mi ez a kovászos, vagy kovászos kenyér volt? Igen, Magyarországon? Csináltunk itt kovászos uborkát. Igen. És ugye direkt olyan kenyeret kerestünk, amit ott beleteszed, és víz van benne, fokhagyma, meg ugye az ubi, és egy idő után megcsicsan, vagy nem kell, nem tudom szakosan, hogy mondják, meg fölfor, ugye a napon minden, azért eszel egy jó kovászos ubor, ó, tényleg, azt a hal mellé. Kovászos, igen, nem krumpa. Szinte méhesek vagyunk, mert most már csak ennyi valóban. Most hisztam 5 kilót, így körülbelül, hogy beszéltünk róla. Most ez a kenyér nagyon izgat. Igen. Azért egy jó kenyeret. Akkor... Még félig meleg, ilyen lyukacsos, tudod? Akkor szólok az Elitnek, mert ő nagyon jó kis ilyen sourdough breadet szokott venni, vagy addigra csinál, de szerintem fog venni. Olyan finom halad, most az, és azt ott akartam mondani, hogy persze, hogy nem lehet enni, én is azt mondom, dehogy nem, ki lehet bírni a francokat. Olyan fáj, úgy fájt már a hasam, annyit ettem tegnap előtt, hogy azt csak nem bírtam. Meg hát ugye a mamáiknál nálunk az volt ott, hogy fogta a kenyeret, vagy a nagyapám, vagy bárki, és tudod, keresztet vetett rá, tudod, és akkor vum, és utána, hogy megvágni. Tehát hallom azt a sercegést, ahogy vágta, tudod.
Hát ott nincs... Ropog, recseg, igen. Hát ezt is meséltem már, és aztán tényleg abba hagyom, hogy ugye a Facebookon láttuk, hogy egy fiatalember beszélt róla, hogy hogy kell helyesen zsíros kenyeret fogyasztani. Kend meg hártyavékonyan zsírra, hát rákent egy ilyen másfél centiset. Pici új hagymát tegyél rá, hát öt ilyen rudat rátett, és akkor így befinomította, és elkezdte enni, és mondtam, hogy akkor figyelj, most eszünk, tehát vegazmus ide-oda, én most zsíros kenyeret, 3 hónapig ettük a zsíros kenyeret, mert ez látszódott előtt, tudod, hogy gyerekkoromban is, amikor mehetünk focizni, előtte muszáj enni zsíros kenyeret, mondta anyám, vagy valakinek épp az anyukája, hogy muszáj, egyetek már, ülj le, egyél, és akkor gyorsan ott paradicsommal bedúrt, mehetünk, és akkor visszajött az a régi íz, tudod, hogy mondom, ez zseniális. Aki minket is, innen ismer a YouTube-ról, vagy a Spotify-ról, az nem tudja, hogy nekünk volt a Facebookon, honnan kezdődött az egész műsor. Annak mi volt a címe? Mi volt az? Jó ebéd, ez szól a móka. Igen, szóval most kajáról beszélünk, most itt délben elkezdik nézni, mindenki zsíros kenyeret fog enni hagymával. Meg. De szerintem biztos, hogy jelentkezzenek olyan családok, akik este azt mondták, hogy hát csapjunk be egy zsíros kenyeret, hülye patkóség, úgyis ezt mondták. Igen. Nem? Ja. És ott megkenni, na búcsúzzunk, menjünk enni, jó? Szia Anna, köszi, hogy itt voltál. Sziasztok. Találkozunk jövő héten veletek, ez volt a Móka, Sziasztok. Magyarok óriási kalandjai Amerikában. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.